Kompromisszum született, természetesen az intézményi oktatásnak a folyamatos fejlesztése mellett szülessen meg egy önálló tanfolyami, elsősorban posztgraduális intézmény. De ki legyen ennek a gazdája? Huszár és Pesti urak bölcsen hallgattak ezeken a megbeszéléseken, még valaki azt nem mondta, hogy kérem, a statisztikai hivatal az addigi teljesítménye alapján méltó és bizalmat ad arra, hogy ezt a nagy jelentőségű projekt gazdájává váljék. Így kérték föl, és hangsúlyozom, hogy kérték föl, tehát nem jelentkezett senki a KSH részéről, hogy ő legyen ennek a gazdája, Huszár István. Huszár István közvetlen munkatársa volt Pesti Lajos, és 69 nyarán visszatérve egy hosszabb franciaországi ösztöndíjról bíztak meg ennek az oktatási intézménynek a megalapításával, megszervezésével. Az intézmény 69. október 1-én jött létre. Ezzel egy időben megszűnt az országos ügyvitelgépesítési felügyelet, és létrejött a számok, valamint a számítástechnikai tájékoztató iroda, aminek Metti Antal lett a vezetője. Nem sokáig voltunk külön, 74-ben, tehát 4 évvel később a két intézmény összeolvasztásra került a vezetésem alatt.